minden s mindenki szeret engem. Ember lettem a szerelemben. Flóra, flóra, ha mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. A világ sokat változott, mi meg szinte semmit, mondta Lakner Tamás, a szélkiáltó vezetője. Amit 1974-ben kitaláltuk, azon az úton haladunk tovább ma is. Kialakítottunk egy sajátos hangot, és ezt akarjuk ma is hallatni. Hát az a korosztály jár a koncertenk, aki a szélkiáltón nőtt föl. Tehát az idősebb korosztály. Tehát a fiatalokat, a gyerekeket igen, tehát nagyon sokat érdeklünk gyerekeknek. Tehát a gyerekeket igen, de mondjuk a 20-as, 30-as éves korosztályt azt kevésbé lehet megszólítani ezzel a dologgal. Aztán utána megint jön egy olyan korosztály, amikor már akik aztán értékelni tudják azt, amit hallanak. Az irodalom megszerettetéséhez ezen a megoldáson, mármint az énekelt verseken keresztül is vezethet az út, hiszen ez az ősi hagyománya a versírásnak. A költők évszázadokon keresztül dallamokra írtak verseket. Később is nagyon sok dallammotívumot, ritmusmotívumot használtak fel a verseikben. Tehát ez a kettő ez olyan szorosan van együtt, hogy tulajdonképpen nem, abszolút nem idegen a kettő egymástól. A kortárs is persze természetesen, és nem csak magyar költőket énekelünk, mondjuk jobbára tényleg csak mondjuk, magyar költőket énekelünk, de hát azért kitekintünk a világirodalomba is. Szerencsére Pécs irodalmi élete az mindig nagyon rangos volt, ha csak Vörös Sándort és Csorba Győzőt említem, vagy mondjuk Janusz Pannoniuszt éppen, de például Bertók Lászlóval nagyon jó barátságban vagyunk, ugye ő Kossuth Díjas költő, még köztünk van, hál' Isten, és nagyon, nagyon sok verset ad nekünk, hogy ha van kedvünk, énekeljük el ezeket a verseket, sőt a 80. születésnapjával pár évvel ezelőtt egy külön lemezt is készítettünk az ő tiszteletére. Az a közönség megveszi. Tehát ez lehet egy jazzes alap, lehet egy folklór alap is. Attól függ, az ember eltalálja-e a verset. Tehát a dallamaival, a zenéjével, a feldolgozással nem nincs megerőltetve, nincs egy kicsit esetleg kifacsarva. Mindig azt gondolom, hogy ami nagyon lényeges, hogy mindenképpen a tisztelettel kell a költészet felé fordulni, tehát alázattal. És mi azt gondolom, hogy a munkásságunk, amely most ebben az évben 46. évet gyúrja, tehát több ezer vers megzenésítése után tudom azt mondani, hogy hát igen. Hát azt gondolom, hogy ennek a műfajnak, tehát mi most már nyugodtan mutató nagy öregjei vagyunk, hogy így fogalmazzak. A mi zenénk nem generációs zene, mondja Lakner. Kell egyfajta intelligencia a háttérehez a dologhoz, márhogy a befogadásához, mert nem olyan könnyű mindezt. El kell gondolkodni a versek üzenetén, hol vannak a hangsúlyok, és miért pont ott. Mit tartottunk fontosnak aláhúzni a zenével, vagy kiemelni, hogy nem csak a hangulatot, hanem a hangszereléssel, meg a harmonizálásokkal is, hogy körülbelül ebben a versben most éppen azok a mondatok, amik nagyon lényegesek és fontosak. Tehát én azt gondolom, hogy ez ennek így kell történnie. És hogy ki a zenekar és Lakner Tamás kedvenc költője? Szerintem könnyű rá a válasz. József Attila és Vörös Sándor.